Most pedig a Bocskai István szakgimnáziuma és szakközépiskolájának ballagási ünnepségének anyaga következik. Messze már az iskola, tovább, tovább, a gyermekból szép otthona, tovább. Érkezik a 12. A osztály Roszkos Lajos tanár úr vezetésével. Sike Szilvia, Novák Anita, Nátházi Noémi Anikó, Gál Andrea, Zákány Gabriella, Szegi Péter, Pallós Fanni, Konyári Anett Enikő, Dede Laura Mónika, Fekete Kinga Róza, Kis Tímea, Madár Krisztina, Tóth Patrik Márk, Szodrai Ádám, Popovics Vanda, Fehér Dávid László, Török János, Ijé Zsolt, Máté Attila Bence, Balogh László, Csirkés Donát, Kövér Hajnalka. Mint magamban itt bent régen rejtette, nem lele, súg nekem. Gyermek kiválni kell még a játék. Érkezik a 11. B osztály Csécsi Izabella tanárnő vezetésével. Zoltán Dorina Barbara, Magyar Melinda, Petelman Diana, Rácz Edit, Balogh Friderika, Nagy Alexandra Tímea, Lakatos Julianna, Budai György, Karancsi Lilla Beatrix, Hőbe István Patrik, Őri Viktória, Nagy Zoltán, Borbély Georgina Dóra, Dóró Albert, Szabó László, Pócsi Erika, Molnár László Krisztián, Sopranyi Dominik, Kis Bálint, Vári Dóra Renáta, Tóth Péter, Kis Sándor, Gulyási Hár. Most merre szálljunk, arccal a szélbe, hol újra mények élnek, mert a cél, mint magamban itt bent régen rejtett. Érkezik a 11. C osztály Roszkosné Fodor Viktória tanárnő vezetésével. Rézműves Andrea, Karacs Nikolett, Petrezselyem Tünde, Mátonyik Szilvia Anett, Komóci Márk János, Kerepeci Debóra Pálma, Sándor István, Kálai Kitti, Hajzer Szintia, Zsámboki Noémi, Dobos Georgina, Szőke Zsuzsanna Ilona, Balogh Dániel, Kis Sándor, Kovács Balázs, Zsila Szabolcs. Érkezik a 11. D osztály Bénisőjök Hajnalka tanárnő vezetésével. Takács Mónika Beáta, Dede Irén, Ludman Dóra, Elektruzsina, Kovács Kitti, Nyitrai Dóra, Szörnyi Máta, Nagy Dominik, Balogh Gusztáv Gula, Kovács Csaba, Jenei Bence, Kis Artúr, Kántor Dominik, Nagy Attila, Komóci Krisztián. Érkezik a 12. F osztály Kovács Andrea tanárnő vezetésével. Török Kitti, Pap Kinga, Kovács Benjamin, Bak Tünde, Nagy Márta, Bende Viktória, Ecsedi József Sándor, Ódos Katalin, Kincel Zsuzsanna, Szabó Norbert, Simon Norbert, Szabó Gyula Szabolcs, Tóth Ádám Krisztián. Az iskolás évek, az ártatlan szerelmek, a régi barátságok, az első fájó könnyek, amíg csak élünk, visszaköszönnek, s az évek múlásával egyre szebbnek tűnnek. Vándor Judit szavait idézve szeretettel köszöntöm ballagási ünnepségünkön megjelent kedves vendégeinket, tanárainkat, szakoktatóinkat, nevelőtanárainkat, diáktársainkat, iskolánk valamennyi dolgozóját, de legelső sorban titeket, végzős tanulóink. Külön köszöntjük a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum főigazgató asszonyát, Pelhéné Balta Irént,
és szakmai főigazgató helyettesét, Pap Gábor urat. Várva várt, mégis nehéz nap érkezett el az itt felsorakozó végzős diákok számára. Tavaly még irigykedve néztétek idősebb diáktársaitok ballagását, és abban a reményben varázsoltátok virágosan szépi az iskolánkat, hogy ez a nap egy év múlva számotokra is eljön. Most itt álltok, reményekkel telve, ennek az ünnepnek a középpontjában. Ma lezárul egy korszak, véget érnek a felhőtlen diákévek. Új cél felé haladtok majd, ahol kinyílik előttetek egy másik világ. Ünnepségünk elején hallgassuk meg a magyar nemzeti himnuszt. Az alsóbb évesek nevében búcsúzik a ballagoktól Fábián Viktor, SC 12/1 osztályos tanuló. Léhi Magdolna, menj tovább. Ballag Márovén diák, tovább, tovább, mondják sokan. Száll az ének, messze száll. Megy az élet, meg nem áll, soha. Azt mondják, az út, amit válasz, csak a tiéd. Nem fogja senki a kezed, tanádra is sem figyelik minden lépésedet. És osztályfőnököd sem lesz ott már veled. Szüleid óvó tekintete nem figyel, szünes, szüntelen. Egyedül mész tovább, de meg ne állj. Csak menj tovább bátran, felszeged feljel, menj tovább. Nem lesz könnyű mindig, hisz az út rögös, s néha megbotlasz is, de talpra állsz, s mész tovább. Bár az utad csak a tied, egyedül nem leszel soha. Hisz a segítség kell, mindig találsz. Mert a szülői ház képe mindig ott lebeg. Valahányszor csak szükséges, ők mind segítenek. Most egy új úttal, egy új élet kezdetét veszik. Ballag Márovén diák, tovább, tovább. Éneklitek sokan, ezt veri vissza minden fal, s a régi kedves iskola el nem feled soha. Felkérem Halsányi István, tagintézmény vezető urat, tartsa meg ünnepi beszédét. Tisztelt vendégeink, kedves diákok, munkatársak! Tanévünk legnagyobb ünnepén nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm végzős tanulóinkat, az őket ballagtató osztályfőnököket, a gyermekeikre joggal büszke szülőket, meghívott vendégeinket, iskolánk valamennyi munkatársát, tanulóját, és minden kedves jelenlévő.
Kedves ballagó diákok! Különleges érzés, hogy most utoljára álltok így együtt ebben az épületben, hiszen legelső közös emlékeitek néhány éve éppen itt az iskolában kezdődtek el. Még akkor szeptemberben, az első napon, izgatottan, de talán kissé félve vártátok, mi történik veletek majd. Ettől a pillanattól kezdve máig 3, 4, illetve egyes diákok 6 évet töltöttek iskolánk falai között. Az itt eltöltött évek során számtalan élmény, tapasztalat, tudás, barátság, szerelem és még milliónyi boldog perc tett gazdagabbá titeket. Az iskola megtanított tűrni, elviselni a fájdalmas perceket, megtanított úgy nézni a világra, ahogyan előtte még nem próbáltál. Szoros kapcsolatokat és nem utolsó sorban fergeteges bulikat csempészett a monoton hétköznapok közé. Mindenkinek nehéz kiszakadni ebből a már megszokott közösségből, nehéz itt hagyni a termeket, amikhez különböző élmények fűződnek, nehéz itt hagyni a fontossá vált embereket, és elszakadni az évek során kialakított környezettől, közösségtől és kapcsolatoktól. Ezen a hétvégén, ezekben az órákban sok diák tekintetében az öröm, a boldogság csillogó tekintete figyelhető meg. Akik ma itt álltok, százféleképpen élitek át a jelen pillanatait. Vannak, akik önfeledten billennek át életük egyik szakaszából a következőben, vannak, akik az örökké valóságnak érzett iskolai rabságból repülnek át a korlátok nélküli szabadság világában, és vannak, akik kényszerűen megállnak, körülnéznek, és döbbenten fedezik fel, hogy immár egyre több múlik rajtuk, és csak rajtuk. Talán életszakaszotok legszebb részét zárjátok le a mai nappal. Véget érnek a boldog diákévek, a gondtalannak tűnő hétköznapokat, a felelősségvállalás, a leendő munkahelyen való helytállás váltja fel. Ma talán még el sem hiszitek, hogy mennyire igaz a boldog diákévek megfogalmazás. Kedves ballagó diákok, utoljára szólalt meg számotokra iskolánk csengője, utoljára jártatok azokban a termekben, ahol az öröm és a bánat perceit éltétek át éveken keresztül. Öröm, bánat, siker, sikertelenség mind-mind eszébe jut ilyenkor a pedagógusnak, amikor egy kissé szomorúan, de reménykedve, bizakodva bocsájt útjára egy közösséget. Az ünnep örömteli pillanatai mellett a búcsúzás önkéntelenül felváltja bennünk az elmúlt 3, 4, 6 év képeit. Kedves ballagok, a búcsúzás a számvetés ideje is. Az iskolai élet számos területén több tanuló munkája, teljesítménye kiemelkedő, dicséretes példaértékű. Szakmai képzésünkben meghatározó szerepet tölt be a szakma kiváló tanulója országos versenyen való szereplés. Pincér szakmában Hódos Katalin, KS 12. F-osztályos tanuló képviselte iskolánkat, és második helyezést ért el a szakmasztár versenyen. Szép teljesítménye alapján mentesül a szakmai vizsga letétele alól. Hódos Katalin, Kovács László, Kaszás Gábor, Jenei Gábor, Borsos Bence, vendéglátós tanulók az iskolánk által szervezett 4. Snitta Sámuel Országos Gasztronómiai Emlékverseny regionális fordulóján megmérették tudásukat, ahol szintén második helyezést értek el. Kisújszálláson az 5. Illési Gasztrokopuán tanulóink hagyományosan jól szerepeltek. A csapat végzős tagjai Hódos Katalin és Karacs Nikolett. Tanulmányi munkaterén Kis Bálint 11. B, Karacs Nikolett, Martonyik Szilvia 11. C, Nagy Attila, Takács Mónika 11. D, Ecseri József, KS 12. F-osztályos tanuló, teljesítménye dicséretes.
Nagyon fontos szerepet kapott diákjaink életében a közösségi élet kialakítása, szervezése, irányítása. Jó tanulmányi munkájuk mellett közösségi tevékenységükkel emelkedtek ki Vári Dóra, Nagy Zoltán 11. B, Elek Fruzsina 11. D, Dede Laura, Pallós Fanni, Kövér Hajnalka 12. A osztályos tanulók. Tanulóink a sport területén is jeleskedtek. Az országos centrum futsal torna megyei fordulóján csapatunk második helyezést ért el. A csapat végzős tagjai Komóci Márk, Sándor István, Balogh Dániel, 11. C osztályos tanulók. Gratulálok minden kiemelkedő eredményhez, a versenyzők és a felkészítő tanárok szép sikeréhez. Köszönöm, hogy még tovább öregbítették iskolánk jó hírét. Tisztelt szülők, ezen ünnepi pillanatban az iskola vezetése és tantestülete nevében megköszönöm önöknek mindazt az áldozatkész segítséget, melyet közös céljaink minél eredményesebb megvalósítása érdekében nyújtottak. Egy közös célért dolgoztunk mindannyian, azért, hogy az előttünk álló diákokból az életben helytállni tudó felkészült fiatalok legyenek. Reménykedjünk, hogy fáradozásaink, közös erőfeszítéseink nem voltak hiába valók. Kedves ballagó diákok, most, amikor az iskola nevében is búcsúzom tőletek, azt kérem, hogy a búcsú ne legyen végleges, iskolánk továbbra is nyitva áll előttetek, bátran keressetek fel bennünket, az érettség után tanuljatok nálunk szakmát, illetve a szakmai bizonyítvány birtokában szerezzétek meg már ismert környezetben az érettségi bizonyítványt. Kívánom mindannyiunk nevében, hogy erőfeszítéseiteket kísérje sok siker, érettség, illetve szakmai vizsgálatok legyen eredményes. Egyéni életetek legyen boldog, és az életben minden vágyatok váljon valóra. Végezetül útravalóul Kis Jenő néhány sorát ajánlom figyelmetekben. Nézz vissza most egy percre, nézz az útra. Nézd meg, mit tett, mit alkotott a munka. Nézz vissza, aztán ismét csak előre, és indulj tovább az alkotó jövőbe. Köszönöm a figyelmet! Egyszer véget ér a lázas ifjúság, egyszer elmúlnak a színes éjszakák, egyszer véget ér az álom. Juhász Nikolát, 10. A osztályos tanuló, búcsúzik a végzős ballagóktól. Kis Kálmán, szonet ballagóknak. Néktek ragyog ma, tiétek az ünnep, a szó, a könyv, a mosoly, a virág, körétek gyűlik szinte a világ, s mi néktek adjuk búcsúzó szívünket. Az élet, mely utalmaz és büntet, s melyben az ember örökké diák, most jelképez a zöld májusi ág, s halljuk, reménytől szívetek, hogy lüktet. Szép lassúsággal búsan szól az ének, föl-fölrepülne, leszáll, tétováz. A sok kopott pad integet felétek, tenkönny is csordul, nem tudni okát, elsápadva a messzeségbe néztek. Kedves végzős diákok! Tavaly még ti díszítettétek a termeket, folyosókat, ti gyűjtöttétek a virágokat, és ti vártátok legjobban, hogy hazamehessetek. Most itt vagyunk újra, de ti álltok díszben, virágok, ajándékok között, és mi díszítjük a termeket, gyűjtjük a virágokat. Nektek szól a ballagási dal, értetek öltöztünk fel ünneplő ruhánkba, és megteszünk mindent, hogy ez a ballagás emlékezetes, megható, mégis vidám legyen. Nem is olyan rég, még együtt élveztük a gondatlan diák élet adta örömöket, és ma itt vagytok előttünk, készen arra, hogy várjon rátok egy új világ. Kívánjuk nektek, hogy ezen az ösvényen,
a nagybetűs élet útján bölcsen kiigazodjatok, és őrizzétek meg az ifjúság három nagy ajándékát, az értelmet, a szépséget és a mosolyt. Az iskola falai között eltöltött évek alatt éretlen kamaszokból gondolkodó fiatal felnőttekké váltatok. Hogy felnőttetek-e a nagy feladatra? Meg tudtok-e felelni a kihívásoknak? És hogy kaptatok-e elég hitet, megerősítést, szeretetet ahhoz, hogy mindenkor meg tudjatok állni a helyeteket? Erre a sok-sok kérdésre mind a saját szívetekben találtok választ, és bíznotok kell abban, hogy a legtöbb kérdésre a válasz egy egyszerű igen lesz. Most eljött a pillanat, mikor itt hagytok minket, és kiléptek a nagybetűs életbe, és hogy azt mondani szokás, talán sosem néztek vissza. Mától egyre inkább csak magatokra kell támaszkodnotok, új akadályokat kell átlépnetek, és lesz nehezebb feladatot is, mint egy matematika dolgozat megírása legalább kettesre. Mostantól nem vesz körül iskolánk szeretete, tanáraink féltő tekintete. Mindig máshová kerülünk, és mikor már megszoknánk és megszeretnénk új helyünket, újból mennünk el. Most ballagtok. Remélem, majd csak a szép emlékek maradnak meg emlékezetetekben, és örömmel néztek vissza régi iskolátokra, és sosem felejtitek el, honnan indultatok, és mennyi mindent megtettetek azért, hogy eljussatok idáig. Ez az út talán nem volt mindig egyszerű, hiszen ez az időszak kemény küzdelmekből, sikerekből, kudarcokból, sok szívhez szóló élményből, feltetetlen órából és néhány kevésbé kellemes percből is állt. Kívánjuk nektek, hogy az itt szerzett tudást, az így gyűjtött tapasztalatokat tovább vigyétek leendő iskoláitokba, és gyűjtsetek hozzá még többet. Sok sikert kívánunk a szakmai vizsgákhoz és az érettségihez. Verse búcsúzik a végzős diákoktól Zöld Laura, SC 12/1 osztályos tanuló. Reményik Sándor, mondom néktek, mi mindig búcsúzunk. Az éjtől reggel, a naptól este, a színektől, a szürke por belepte, a csöndtől, mikor a hang zavarta fel, a hangtól, mikor csendbe halkul el. Minden szótól, amit kimondaszánk, minden mosolytól, mely sugázott ránk, minden sebtől, mely fájt és égetett, minden képtől, mely belénk mélyedett, az álmainktól, mik lassan kihűltek, a tűnő tájtól, mit vonatról láttunk, a kemény rögtől, mi megállt a lábunk. Mert nincs napkelte kettő ugyanaz, mert minden csönd más, minden könyv vigasz. Elfut a perc, az örök idő várja, lelkünk, mint fehér kendő, leng utána. Sokszor könnyünk se hull, szívünk se fáj, hidegen hagy az elhagyott táj. Hogy eltemettük, róla nem tudunk, és mégis mondom néktek, valamitől mindig búcsúzunk. Visszanézve az életet, az elmúlt sulis éveket, a sok-sok emlék rengeteg, előttem végig pereg. Sok minden van a listámon, amit még nekem... A végzősök nevében Török János, 12. A osztályos tanuló köszön el. Melaszandra, ballagó beszél. Mint virág úgy nyílunk ki e 4 év alatt, és mint szellő elsodoltak a búcsú szavak. Észrevétlenül vitt tovább a tanulására, és majd büszkén emlékszünk vissza az örömmel telt mára. Itt állunk most mind, tanulók, diákok, állunk s hallgatunk, mint a kinyílt virágok. De most mit teszünk? Megállunk vagy megyünk tovább? Meghallgatjuk újra tanítóink bíztató szavát. Visszaemlékszünk az első napjainkra,
a bukással fenyegető nehéz harcainkra, s legvégül a győztesnek látszó sikeres csatára, arra, hogy mit elértünk, nem volt hiába. Elindulunk a lépcsőn, mi a valóságba siklik, s átlépünk oda, hol újabb kapu nyílik. Belépünk, s majd visszapillantunk még egyszer utoljára, hogy büszkén emlékezzünk vissza szeretett iskolánkra. A végzősök nevében Pallós Fanni, 12. A és Dede Laura Mónika, 12. A osztályos tanulók búcsúznak tanáraiktól, diáktársaiktól. Tisztelt tanáraink, kedves szülők, vendégek, kedves diáktársaim! A középiskola mértföldkő az ember életében. Ez a néhány év életünk legmeghatározóbb időszaka volt, s oly hamar eltelt. Szinte még látjuk magunkat, bizonytalan elsősként, ahogyan kíváncsian méregetjük egymást az évnyitón. És megszeppenve keressük a megfelelő termeket. Hol lesz a matek? Angolra hova kell menni? Persze gyorsan belerázódtunk, és hamarosan otthonosan jártuk a folyosókat. Örökre összeköt bennünket az együtt eltöltött idő. Éppen ezért most mindenki szíve nehéz, mert tudjuk, hogy el kell válnunk azoktól, akikkel minden nap együtt sírtunk és együtt nevettünk. De megtanultuk, mi a logaritmust, legalábbis sejtjük. Tudjuk már, hogy a föld gömbölyű. Ismerjük a sebesség fogalmát, és minden évben megszenvedtünk tesi órán a Cooper-tesztet. Voltak diáknapok, szalagavatók, ahol felhőtlenül szórakozhattunk. Voltak bizonytalan erőt és idegrendszer próbáló dolgozatok. Mégis erősek voltunk így együtt. Gondoljunk csak vissza az aranyköpésekre, az osztálykirándulásokra, a torkunkban dobogó szívünkre egy-egy óra előtt, vagy éppen puskázás közben. Tudjuk, sokszor nem volt egyszerű velünk. Kerestük, hogy hol vannak a határok, s próbáltuk kitágítani őket. Néha csendes szóval, bizalommal, máskor hangosan, dühöngve, őrülettel. Azok voltunk mégis, aminek lennünk kellett. Lázadók, tinédzserek. De be kell látnunk. Látniuk, hogy szükséges volt mindez ahhoz, hogy azokká válhassunk, akik most itt állnak. A középiskolában eltöltött idő az élet egyik legszebb, legérdekesebb és legizgalmasabb hídja. Utat nyújt a gyermekkorból a felnőtt létbe, és az álomvilágból a valós világba. A híd végén döntéseket kell hozni, és a jó választás esetén az álomvilág valóra válik. Túl vagyunk a nehezén, döntéseket hoztunk, és készek vagyunk új utakra lépni, új kapcsolatokat kialakítani. De a régi kapcsolatok megmaradnak, mert az igaz barátságok nem szűnnek meg létezni. Csupán egy újabb izgalmas út vár ránk, és hogy ez merre visz, csak rajtunk múlik. Hihetetlen, hogy ma szólt utoljára a csengő nekünk. Eddig bele sem gondoltunk, hogy ez mit jelent. Hiszen ma elhagyjuk a gyermekkort a maga gondatlan boldogságával. Eljött az idő, amikor búcsúznunk kell. Itt állunk, virággal a kezünkben, szüleinknek, tanárainknak, barátaink körében, és középiskolásként utoljára léptük át az iskola küszöbét. A tudás, amit megszereztünk, immár mindörökké a miénk marad. A sok tapasztalat, a mi kincsünk, megkülönböztető jegyünk. Kívánom, hogy az itt eltöltött évek, az élmények sokasága, a diákkori barátságok elegendő erőt adjanak nekünk a mindennapok helytállásához. Őszintén remélem, hogy sikerül megérkezni oda, ahová álmaink vezérelnek bennünket. Minket vár a világ, bársony egek
Külön köszönjük a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum főigazgató asszonya Pejhéné Barta Irén és szakmai főigazgató helyettese Pap Gábor úr munkáját. Köszönjük az iskola vezetőségének felelősségteljes munkáját, hogy biztosították számunkra a nyugodt tanulás lehetőségét. Halsányi István, tagintézmény vezető úrnak, Sie Tamás, tagintézmény vezető helyettes úrnak, Egri László, tagintézmény vezető helyettes úrnak, Petrócki Gábor, gyakorlati oktatás vezető úrnak, Szilágyi Lajos, volt igazgató úrnak, dr. Daróczi Ágnes asszonynak, a Szépernő Kollégium igazgató asszonyának. A végzősök virággal köszöntik őket. Ma búcsúznunk kell tanárainktól, diáktársainktól, iskolánk dolgozóitól és falaitól. Most, hogy végigjártuk a virággal feldíszített tantermeket, sok-sok kedves emlék jutott eszünkbe. Kiváltságosan szép, de nehéz és különlegesen felelős hivatás a pedagógusé. Ott áll az élet mindig tiszta forrásánál, és gyönyörködhet a gyerekek romlatlan szépségében. Bármilyen sok rosszat lát is a felnőttek világában, mindig új reményt ébreszthet benne az, hogy a gyerekek okosabb, megfontoltabb, igazabb felnőttek lesznek a szüleik nemzedékénél. Köszönjük tanárainknak, hogy szemléletmódot, rálátást adtak az élet dolgaira, a tudományokra, a művészetekre, az életre. Köszönjük azt, hogy megmutatták, hogy mi a kötelességtudat, a felelősségvállalás, a bizalom, egymás tisztelete. Fogadják hálánk, megbecsülésünk, tiszteletünk és szeretetünk jeléül virágainkat. Köszönetet mondunk a közismereti tárgyakat tanító tanárainknak. Köszönjük munkáját, és emlékeinkben örökre megőrizzük Jakab Andrea tanárnőt. Köszönetet mondunk Ádám Magdolna tanárnőnek, Balogh Barna Boglárka tanárnőnek, Béni Súlyog Hajnalka tanárnőnek, Dobos Dorina Réka tanárnőnek, Gyüre Zsolt tanárúrnak, Kis Angelika tanárnőnek, Kis Dóra tanárnőnek, Kovács Andrea tanárnőnek, Kovács Lászlóné tanárnőnek, Kölcsey Tibor tanárúrnak, Ladó Anett tanárnőnek, Mihalik Sándor tanárúrnak, Nagy Ilona tanárnőnek, Nagyné Leposa Gyöngyi tanárnőnek, Pécsi Miklós tanárúrnak, Pincés Vilma tanárnőnek, Rab László tanárúrnak, Roszkos Lajos tanárúrnak, Roszkosné Fodor Viktória tanárnőnek, Sarkadi Zoltán tanárúrnak, Szabó Norbert tanárúrnak, Szalai Szilvia tanárnőnek, Székely Ildikó tanárnőnek, Szentirmai Péter tanárúrnak, Szirákné Túri Andrea tanárnőnek, Tárci Beáta tanárnőnek, Tonté Lászlóné Puskás Györgyi tanárnőnek, Zétényi Attila Gyula tanárúrnak. Virággal köszöntjük őket! Köszönetet mondunk a szakmai elméletet tanító tanárainknak lelkiismeretes munkájukért. Csécsi Izabella tanárnőnek, Egriné Tamár Emese tanárnőnek, Göncziné Dávid Emília tanárnőnek, Harangi Tünde tanárnőnek, dr. Krausz Károly tanárúrnak, Máténé Hódos Emma tanárnőnek, Monoki Miklós Lászlóné tanárnőnek,
Filler Imre tanár úrnak, Bócsi Korsolya tanárnőnek, Szilágyi Tiborné tanárnőnek, Vas Judit Mónika tanárnőnek, Zelzi Lajos tanár úrnak. Virággal köszöntjük őket! Köszönjük a gyakorlati ismeretek megtanítását szakoktatóinknak, Bese Gyula tanár úrnak, Elek László tanár úrnak, Harangi Barna tanár úrnak, Kis József tanár úrnak, Kis Sándor tanár úrnak, Kovács Erzsébet tanárnőnek, Kovács János tanár úrnak, Kuruc Mihály tanár úrnak, Lember István tanár úrnak, Majzel Zoltán tanár úrnak, Szabó Ferenc tanár úrnak. Őket is virággal köszöntjük. Telefonálunk, de csak bárki, és ha fáj még, az sem tart soká. Barbócné Fülöp Gabriella iskolatitkárnak a hozzáértő ügyintézést, Bertliné Palcát Merinda Ivett iskolapszichológus lelki segítségadását és Bálint Lajos könyvtáros segítőkészségét. Fogadják szeretettel virágainkat! Lesz-e folytatás? Már útokat járunk. És csak várjunk, valóra váljon. A ballagó diákok nevében Kövér Hajnalka, 12. K-osztályos tanuló köszöni meg szüleik támogatását. Drága szüleink, köszönettel tartozunk nektek, hogy lehetővé tettétek nekünk, hogy ebbe a nagyszerű iskolába járhassunk. Köszönjük, hogy biztattatok, hogy mellettünk álltatok, még akkor is, amikor nem viselkedtünk kifogástalanul. A mai nap számotokra is egy mérföldkő, hiszen gyermeketek életében lezárul egy szakasz. Már nem foghatjátok a kezünket, de tudjuk, hogy szeretetetek, türelmetek, aggódásotok mindig elkísér bennünket. Ígérjük, hogy igyekszünk helytállni és megtalálni helyünket a nagyvilágban. Csak volt már régen tiéd, az első szavamat, azt is csak te hallottad, csak a tiéd. Te vagy játék, te vagy minden, ami szép, a bántanak. Jutalmak átadása következik. Pelhéné Balta Irén asszony, a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum főigazgatója átadja a Bocskai István szakgimnáziuma és szakközépiskolája emlékplakettjét Hódos Katalinnak, aki április 26-án Budapesten a Szakma Sztár Fesztiválon a Szakma Kiváló Tanulója versenyen országos döntőjében pincér szakmában második helyezést ért. Jutalomkönyvet kap Kövér Hajnalka, 12. K-osztályos tanuló közösségi munkájáért.
Balogh Friderika, 11. B-osztályos tanuló, tanulmányi eredményéért és a szakma kiváló tanulója versenyen való részvételért. Bári Dóra, 11. B-osztályos tanuló, közösségi munkájáért. Kis Bálint, 11. B-osztályos tanuló, közösségi munkájáért és a tanulmányi eredményéért. Karas Nikolett, 11. C-osztályos tanuló, tanulmányi eredményéért. Mártonyik Szilvia Anett, 11. C-osztályos tanuló, tanulmányi eredményéért. Komóci Márk, 11. C-osztályos tanuló, kiemelkedő sporttevékenységért. Sándor István, 11. C-osztályos tanuló, kiemelkedő sporttevékenységért. Kovács Balázs, 11. C-osztályos tanuló, kiemelkedő sporttevékenységért. Nagy Attila, 11. D-osztályos tanuló, tanulmányi eredményéért. Takács Mónika, 11. D-osztályos tanuló, jóga magaviseletért és tanulmányi eredményéért. Hódos Katalin, 12. F-osztályos tanuló, kitűnő tanulmányi eredményért és a szakma kiváló tanulója versenye országos döntőjében pincér szakmában elért második helyezésért. Ecsedi József Sándor, 12. F-osztályos tanuló, jó tanulmányi eredményért. Nagy Márta, 12. F-osztályos tanuló, jó tanulmányi eredményért. Oklevelet kap Dede Laura Mónika, 12. A-osztályos tanuló, kulturális tevékenységért. Pallós Fanni, 12. K-osztályos tanuló, kulturális tevékenységéért. Máté Attila Bence, 12. K-osztályos tanuló, jó tanulmányi eredményéért. Sopronyi Dominik, 11. B-osztályos tanuló, tanulmányi eredményéért. Nagy Zoltán, 11. B-osztályos tanuló, közösségi munkájáért. Elek Fruzsina, 11. D-osztályos tanuló, közösségi munkájáért. Kántor Dominik, 11. D-osztályos tanuló, jó magaviseletéért. Török Kitti, 12. F-osztályos tanuló, jó közösségi munkájáért. Simon Norbert, 12. F-osztályos tanuló, jó sporttevékenységéért.
Kovács Benjamin, 12. F-osztályos tanuló, jó sporttevékenységéért. S végül műsorunkat a ballagás legünnepélyesebb részével zárnánk. A végzős osztályok átadják iskolánk zászlaját az alsóbb éveseknek. A végzősök nevében átadja Madár Krisztina, Popovics Vanda, Máté Attila Bence, 12. A-osztályos tanulók. Az alsóbb évesek nevében átveszi Szilágyi Brigitta, Dajka Balázs, Nagy Nikolett, 11. A-osztályos tanulók. Emlékszalagot köt az iskola zászlajára Hódos Katalin, 12. F-osztályos tanuló. Ünnepségünk végén kérem, hallgassuk meg a szózatot. Kérem, ballagó diákjainkat vonuljanak osztályfőnökük kíséretében az alábbi termekbe. 12. A osztály, 1-es terem. 11. B osztály, 2-es terem. 11. C osztály, 3-as terem. 11. D osztály, 7-es terem.
12. F osztály, 8-as terem. Mások vagyunk, már egyben van.